Nem. Igen. Nem. Nem. Igen. Igen. Nem. Igen. Igen. Nem. Igen. Nem. Nem. Igen. 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 Most más egyébre gondolok. Ilyen nincs. Valakivel. Jaj, nem. Jaj, nem. De nem akarok bele. Nem. Sok húst. Sok húst. Meg savanyúságot, puliszkát, tárkonyt, desszertet az mindig másnak hagyom. Nem tudom, hogy mikor volt ott vajára, viszont volt egy este, amikor úgy éreztem, hogy úgy figyelnek rám, hogy eddig nem, vagy ilyen figyelemmel, és az két éve volt talán. Most ez a sztori ugrikben. Hogy türelmes vagyok. Rövid. Felfoghatatlan számomra ezt jelenti. A végtelen is felfoghatatlan. Szerintem sokkal dolog. Az őszinteség. De nincs ilyen, hogy leg.
leg, legek, lecsapok egy leget. Nincs ilyen. Nincsenek legjei. Hát ma délután. Na hát ezerszer. No, Jesus. Viszont ez kurvára szorul esik, hogyha úgy érve, hogy nem tudnak értékelni. És nem úgy, hogy tízes, nem számok szerint, hanem hogyha egyszerűen mindegy, hogy lényegtelen a jelenléten. Mindegy. Ennyi elég. Nincsenek legjeim. Amikor még szeretnek. Nem volt ilyen. Bocsánat. Mindig van egy ilyen inger, hogy egyre többet tudni, haladni, nem leállni valamiben, vagy valamiért, vagy... Igen. Igen. Nem. Nem. Igen. Igen. Nem. Igen. Nem. Igen. Egyszer se. Az, hogy elegednek. És az, hogy néha úgy érzem, hogy nem gondolkodnak eleget, van egy dolog, egy bizonyos dolog, vagy nem eléggé. És az hogy igazából ez szerintem egyfajta lázadás is bennem saját magam. Tehát, hogy az ellen tudatosítanom kellett, hogy most már nekem kell távozni utalom, nekem kell bölcsebbnek lenni, és már nekem kell úgymond szülőnek lenni. Nem hiszem most. Az, hogy nem figyelnek eléggé. Az, hogy valamit elmondtam egyszer magamról, ami például elég fontos, mint tudom én,
arról, hogy mit csinálok, vagy mivel foglalkozom, vagy mivel keresem a pénzemet, akkor így rá egy hétre az, mintha így nem is tudnák úgy viselkedni. Néha. És ez számomra nagyon értetetlen. Sokszor azt húz fel, hogy még mindig a kicsi Krisztinát szeretnék látni, vagy a kicsi Krisztina álmát szeretnék beteljesülve látni. És nem kíváncsiak arra, hogy mi van most. Mivelem is nem eléggé. Azt húz fel, hogy akkor lelkesek, hogyha büszkék lenni. De hogyha anyagi problémákkal küzdök, akkor meg nem látják értelmét a sikereimnek sem. Nagyon sok minden, igazából sok mindenért hálás lehetek, de ilyenkor mindig eszembe jut, hogy mi az, amilyen hálás lehetek. Mindenképp úgy érzem, hogy a kozmosszal kurva megkapcsolatban van. Tehát van egy összeköttetés, és emiatt nagyon meg szeretném őket is venni. Ennyi.
azt mondanám róla, hogy nagyon zárkózott, és hogy soha nem tudja, mit akar. Hogy csak egyszerűen nem tudja elmagyarázni. Nem is ismerem igazán. Emlékszem, az egyik családi kiránduláson kifakadt, és akkor azt mondta, hogy depressziós. Ültünk a kocsiban, és hallgattam, ahogy ömlik belőle a nihil. Egy pszichológus talán tudna segíteni. Az volna a legjobb, ha megállapodna. Jó tenne neki a stabilitás. Egy ház, egy férj, nem tudom, egy kocsi. Ez is a kocsival. Fizettük neki 19 évesen a sofőrsulit, de nem csinálta meg, pedig milyen szépen vezette azt az Opelt. Meg kéne tanulnia, hogy mindent be kell fejezni. Erős lány, de gyakran túlzásokba esik. Például iszik. Inkább azt mondom magamnak, hogy csak ritkán. Egyszer találtam nála egy sodort cigit, de arra gondoltam, hogy biztos valakinek viszi ajándékba. Könnyebb, ha ezt gondolom. Én nem ellenőrizni akarom, csak aggódom érte. Nyugodtabban aludnék, ha legalább egy SMS-t küldene minden nap, hogy minden rendben, hogy jól van, hogy van pénze, de soha nem mondja meg, hogy hol van, vagy mit csinál. Azt se tudjuk, hogy eszik-e rendesen, mikor fekszik, alszik-e egyáltalán. Persze, hogy egyfolytában beteg. Nagyon tehetséges. Sok mindenben kipróbálja magát. De szerintem az anyának van igaza, hogy nem lehet így élni, hogy állandóan össze-vissza járkál. Kifárasztja magát, nem alszik eleget. De én hiába mondom, és türelmetlen. Talán nem is értekli. Hogy mi nem érdekeljük, az egy dolog, de hogy az sem, ami vele van, azt nem értem. Mindig neki van igaza, ő mindig jobban tudja, mi ne szóljunk bele, mert nem értjük. De mit nem értünk? Mi is voltunk fiatalok, bennünk is megvolt ez a lázadás, de aztán hamar elmúlt. Lázadunk, de egyszer csak fel kell nőni. Van benne valami fiús, valami, ami férfi. Ő a legjobb sofőr, akit ismerek. Mondtam, hogy lehetne taxis, nem rajongott érte. Szeretem, amikor megkér valamire, ha elmondja, hogy mit csinál, ha felhív. Vettem egy könyvet, meg akarom érteni. Valami Y-generáció. Mások, mint mi. Én értem, hogy ők ebben az Y-ban vannak, de miért kell mindig kiállni a sorból? 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 Sorgos. Miért kell mindig kiállni a Wake up! I can't
Imádkozom érte. Más nem tehetek. Kérdeztem tőle, hogy van-e barátja, de azt mondja, hogy nem érdeklik a fiúk. Jobb is ez így. A mai világban fontosabb a karrier és a tanulás. A fiúk jöhetnek azután. Csak aztán jöjjenek. Még senkit nem hozott haza. Én nem aggódom, csak aztán nehogy úgy maradjon. Van valaki-e? Mondtam, hogy nyugodtan hívja meg hozzánk. El is hozta, bemutatkozott, megvacsoráztattuk, beszélgettünk, de nem értettem, hogy pontosan mivel is foglalkozik. Úgy volt, hogy ott maradnak éjszakára, meg is vetettük az ágyakat, aztán mégsem maradtak. Nem értem, nagy a lakás, elfértünk volna. This is a song about female masturbation before marriage. Down in the woods, I am taking on the highway. I'm with my clit hood and I die, I want to stay. I
miket csinál éppen? Szívesen meghallgatom, de nem mond semmit. Mintha nem találna a szavakat, mintha valamitől félne. Nem láttam még sírni, pedig biztosan szokott. Mindig mondogatom neki, hogy le kéne tenni azokat a vizsgákat, hogy nem kéne őket elhagyni. Valamikor még jól jöhet. Én értem, hogy ez csak egy papír, de hogy pontosan emiatt valamikor még jól jöhet. Ki tudja, mit hoz a jövő. Ma már egy egyetemi diploma minimum kell. Másképp nem lehet elhelyezkedni. Mit rontottunk el? Mindig erre gondolok, hogy vajon mit kellett volna másképpen csinálni. Boyfriends and girlfriends.
Én azt hittem, hogy mi ketten barátok vagyunk. Szeretném hinni. Tudom, hogy cigizik az erkélyen éjszaka, hogyha itthon van. Mondtam neki, használjon nyugodtan a muzót. De jobb, ha nem tudom, mit csinál. Jobb, ha nem tudom. Inkább nem tudom. And you made me your child.